A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm a kedves nézőket! Önök tudják, hogy mi az AUKUS megegyezés, és hogy mely országok vesznek részt benne? Ha nem, akkor érdemes megtekinteni a köztérnek a következő perceit. A Mátyás Corvinus Kollégium első őszi előadásán ugyanis ezzel a témával foglalkoztak, számítunk figyelmükre. 2021. szeptember 15-én kezdődött ez a történet hivatalosan. Sokkal korábbra nyúlik vissza a gyökere az AUKUS-nak, a megállapodás maga az, ami 2021. szeptember 15-én a koronavírus kellős közepén került aláírásra, amit látszik virtuálisan, mert hogy a felek a bejelentés napján Washingtonban vették fel ezt a jelenetet, középen áll Joe Biden, balra látható Scott Morrison, ausztrál miniszterelnök, és Boris Johnson, akkori brit miniszterelnök. A látható úriemberek közül egyedül Joe Biden az, aki még hivatalban van jelenleg is. A bejelentéskor tehát nem találkozhattak a felek, mert a koronavírus még javában tombolt, ez megakadályozta a személyes jelenlétet. Amit számunkra érdekes lehet, az, hogy mi is történt aznap. A három ország legfőbb politikai képviselői megállapodtak abban, hogy aláírnak egy közel 25 évre szóló háromoldalú egyezményt Ausztrália nukleáris meghajtású tengeralattjárókkal való felszerelésére. Ez akár hallottak róla, akár nem, valójában nagyon jelentős geopolitikai fejlemény, és azóta egy kicsit elsikkadt ez a hír. Nukleáris meghajtású tengeralattjárókról beszélünk, ez nem azt jelenti, hogy ezek az eszközök alkalmasak feltétlenül nukleáris robbanófej hordozására, viszont stratégiai jelentőségük az megkérdőjelezhetetlen. Most ezzel a bejelentéssel, itt szeptember 15-én a három fél közül a felfegyverzendő ausztrál fél megsértett egy másik nemzetközi egyezményt, melyet évekkel korábban, még 2016-ban a francia állammal kötöttek. Az ausztrál államnak volt egy érvényben levő konvencionális meghajtású, azaz fogalmazunk magyarul, normál dízelüzemanyaggal működő, tengeralattjáró építése vonatkozó szerződése. Ezt a szerződést az ausztrálok felrúgták azzal, hogy aláírták ezt a AUKUS megállapodást, mely önmagában nem is lett volna feltétlenül probléma, viszont úgy rúgták föl, hogy erről korábban nem egyeztettek a felekkel. Tehát az ausztrál kormány az nem vonta be az elméletileg egy szövetségi rendszerben levő másik felet ezekbe az egyeztetésekbe. Joe Biden, Boris Johnson és Scott Morrison zárt ajtók mögött állapodott meg arról, hogy mit terveznek a következő 25 évben katonai fejlesztés néven végrehajtani. Ebből viszont kihagyták az európai szövetségeseiket, valamennyi NATO tagállamot, és legfőképpen Franciaországot, akinek érdeksérelme is következett ebből a dologból. Miért problémás ez a dolog? Azért problémás, mert az AUKUS nyilatkozat és az AUKUS bejelentés első sora az arról szól, hogy a felek azok védelmükbe veszik a nemzetközi rendet, a szabály alapú nemzetközi rendet, és annak betartatását magukra vállalják. Viszont nem magukkal kezdték ezt a sort, mert a nemzetközi szerződéseknek az ilyen szintű megszegése, az ezekből való kilépésnek, nem csak a franciák szerint, hanem több más nemzetközi politikai szereplő szerint sem ez a módja. A franciáknak tehát egy súlyos érdeksérelmű következett ebből, az európai szövetségeseket pedig nem tájékoztatták erről a kezdeményezésről. Mindenkit váratlanul ért ez a bejelentés, még az azt megelőző
néhány órában sem közölték az európai szövetségesekkel a folyamatban levő bejelentés tényét. Ez nagyon kellemetlenül érintette át mindenkit. És ezzel összevetve mégis miért fontos az AUKUSZ, hogyha így össze kellene foglalni? A válasz az az, hogy jelenleg a világon most 6 olyan állam van, mely rendelkezik nukleáris meghajtású tengeralattjárókkal. Már csak a puszta számból is látszik az, hogy stratégiai jelentőségű fegyverről van szó. Egy ilyen fegyverrel való rendelkezés az kvázi nagyhatalmi státuszhoz juttatja az adott szereplőt. Ez a geopolitikai jelentősége az egésznek, és pusztán ausztrál politikai szinten pedig évtizedes elköteleződést jelent az ausztrál érdekek mentén az amerikai érdekek irányába. Ez gyakorlatilag kiszámíthatatlan mennyiségű idő. 25 év alatt több kormány fog cserélődni, mind Ausztráliában, mind az Egyesült Államokban, remélhetőleg. Minden esetre, ahogyan itt írom is a dián, hogy aki ad, az el is vár, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag az ausztrál nemzetközi és különösen a csendes-óceáni térségre vonatkozó érdekei az országnak, azok az amerikai érdekek mentén kell, hogy alakuljanak. Egyszerűen az AUKUSZ megállapodás az Egyesült Államok külpolitikai érdekéhez láncolja Ausztráliát. Ez a döntés részben tudatos volt, és olyan nem várt fejleményekhez is vezethet, mint például a Kínával való gazdasági konfrontáció. Ausztrália hagyományosan, mondhatjuk, hogyha már több mint 10-15 éve ezt csinálja, hogy hagyományos jellegű külpolitikáról van szó, az Egyesült Államokhoz politikailag közelebb, Kínától pedig távolabb állt. Míg gazdaságilag Kínához közelebb, az Egyesült Államoktól pedig egyre távolabb pozícionálta magát. Most ezzel az elköteleződésével Ausztrália kilép ebből a keretből gyakorlatilag, ami gazdaságilag Kínához köti, politikailag pedig az Egyesült Államokhoz, mert ezzel mind a gazdasága, mind pedig a politikai döntéshozatala törvényszerűleg az Egyesült Államok érdekeinek irányába fogja elmozdítani Ausztráliát. Ez csak az egyik fél. Az Egyesült Államok az, aki gyakorlatilag vezető ereje az AUKUSZ-nak. Nagy-Britannia az pedig az Európai Unióból való kilépésével nem is hagyott magának más választást, mint ahogy Boris Johnson, meg Theresa May, meg az összes többi miniszterelnök, aki éppen hivatalban volt, megfogalmazta, egy globális Britanniát kénytelen visszaállítani, vagy létrehozni. Az kérdés, hogy ezt létre kell lehozni, vagy inkább visszaállítani. A brit külpolitika álláspontja szerint ezt létrehozni kell, de mégis olyan dolgokra hivatkozik vissza rendre minden brit miniszterelnök, ami inkább a helyreállításra vonatkozik. Van egy olyan nemzetközi szervezet, amit nemzetközösségnek hívnak, ez a korábbi nevén ez a brit nemzetközösség, mely a kapcsolati alapjául szolgál majd az Egyesült Királyság úgynevezett globális Britannia koncepciójának. Minden esetre ennek a globális Britannia koncepciónak is nagyon sok leágazás van, és ebből a sok leágazásból az egyik az az AUKUSZ. Ez gyakorlatilag az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság között létrejött, most már évszázados hagyománnyal rendelkező különleges kapcsolatiságra alapul. London és Washington között hagyományosan nagyon jó és szoros gazdasági, illetve politikai kapcsolatok voltak, és azt irányozzák elő a brit külpolitikai döntéshozók, hogy lesz is. Az AUKUSZ az a világrendnek az úgynevezett, vagy úgymond konzerválását tűzi ki célul. Jelenleg az Egyesült Államok által dominált nemzetközi rendszer működik. Ez az, amit több felemelkedő hatalom, vagy nagyhatalom, jelen esetben Kína, megkérdőjelez így vagy úgy. Ez az a nemzetközi rendszer, aminek az átalakulását, hatalmi tényezőinek az elmozdulását meg kell akadályozni, az AUKUSZ, az pedig a csendes-óceáni térségre, az egyik legfontosabb térségre koncentrálva igyekszik ezt megakadályozni. És hát nem utolsó sorban az AUKUSZ arra is rávilágít, hogy bár az Egyesült Államok vezetője és legnagyobb gazdasági, illetve pénzügyi donora is az Észak-Atlanti Szerződés
Egyesületnek viszont nem csak ebben gondolkodik, nem csak a NATO az egyetlen olyan kulcsfontosságú eszköz, amivel meg akarja akadályozni Kína felemelkedését, az AUKUS-szal, a másik eszközével azt irányozza elő gyakorlatilag az Egyesült Államok, hogy egy angol száz kiterjedésű szövetségi rendszert is létrehozzon. Vannak az európai szövetségesek, az egy dolog, viszont ott vannak a hagyományos, a miénkkel közös kultúrát ápoló, azonos nyelvet beszélő népek is, ez pedig az angol száz világ, ez az öt úgynevezett Five Eyes államok, melybe beletartozik Ausztrália, Új-Zéland, Kanada, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok. Ez az öt English speaking core states, tehát az angol nyelvű magállamok, melyek közötti integrációnak talán ez az első lépése. És abba az irányba is mutat, hogy egy olyan világrend van kialakulóban, melyet úgy lehet megőrizni, tehát ezt a jelenlegi világrendszert, amit az angol száz országok közös szövetsége tud fenntartani, meg persze ott vannak az euróatlanti szövetségesek is. Ami a stratégiai jelentőségét adja ennek az egész megállapodásnak, az, hogy mi kerül itt pontosan átadásra. Az Egyesült Államok 1958 óta nem csinált olyat, hogy nukleáris technológiát adott át olyan államnak, mely addig bezárólag nem rendelkezett ilyen technológiával. Ez a hidegháború során is példátlan volt, a hidegháború vége óta pedig egyáltalán nem láttunk erre példát. Ez emiatt kiemelendő. Ahogyan itt az ábrán is látszik, a brit úgynevezett Astute osztályú nukleáris meghajtású tengeralattjáró, úgynevezett SSN látható alul, míg felül egy Virginia osztályú nukleáris meghajtású tengeralattjáró. Ahogy látszik az ábrán is, a brit ebből egy picit kisebb, kevesebb a tömege is, kevesebb legénységet igényel, és a fesztávolsága is kisebb. Ehhez képest az amerikainál azt emelném ki, mint hogy az ábra is ezt teszi a leginkább látványossá, hogy ezeknek vertikális pozícióban indítható ballisztikus rakéták is elhelyezhetőek a fedélzetén. Ezek jóval drágább, és katonailag is sokkal nagyobb jelentőséggel bíró eszközök az amerikaiak. Ezzel nem alábecsülve egyébként az angolt, az is ugyanúgy veszélyes. Tehát, hogy a nukleáris meghajtású tengeralattjárókról azt érdemes tudni, hogy egyrészt nagyon drágák, viszont hogyha egyszer létrehozták őket, akkor évtizedeken keresztül tudják használni a haditengerészetnél, és valószínűleg nem is lesz szükséges bevetni őket tényleges éles katonai konfliktusban, mert nem ez a legfőbb céljuk. A háborús állapot esetén alkalmazandó SSN-nek természetesen jók ballisztikus rakétaindítása. Ezeknek a fedélzetén ezeket a rakétákat el lehet helyezni, viszont a békeidőben való alkalmazásuk az sokkal jellemzőbb. Ezek a tengeralattjárók gyakorlatilag kifürkészhetetlenek. Egyszerűen azért, mert nincsen szükség arra, hogy felemelkedjenek a víz felszínére. A meghajtás, ami nukleáris módon generálja az áramot, az oxigént is létre tud hozni, emiatt oxigéntartályokat sem kell feltölteni. Egyedül akkor, hogyha az élelmiszer elfogy, akkor kényszerülnek rá a legénység tagjai, hogy felhozzák a felszínre a tenger alattjárót. Emiatt hosszú hónapokat is akár képesek átvészelni a tenger mélyén ezek az eszközök, és nem lehet megmondani még radartechnika segítségével sem másmilyen módon, hogy hol tartózkodnak pontosan. Vannak olyan vadászfregatok, kimondottan erre a célra létrehozott például kínai tenger alatt járó vadászfregatok, amik ilyeneket akarnak detektálni. Viszont ezeknek sincsen könnyű dolguk, ezeknek az eszközöknek a legfőbb geopolitikai jelentősége az, hogy az egyes kereskedelmi útvonalakat ellenőrizni tudják, adott esetben rajtaütést képesek végrehajtani, és hát a tenger mélyén húzódó telekommunikációs kábelek, gázvezetékek, azok bármikor szabotálhatóak ezáltal. A
az SSN-nek azok alkalmasak arra, hogy akár a dél-kínai tenger, tehát most mondjuk az AUKUS-ra levetítve, eddig általánosságban beszéltem róluk, a dél-kínai tengeren végighúzódó kereskedelmi útvonalakat is akár befolyásolják. Tehát itt áramlik keresztül a teljes globális kereskedelem összegének körülbelül egyharmada. A dél-kínai tenger az Egyesült Államok külpolitikai stratégiájában kulcsfontosságú. Ennek oka nem csak a sok gázlelőhelyben, illetve olajlelőhelyben vélhető fel. Tehát nem csak itt lehet felfedezni, hanem abban is, hogy Kínának ez lesz az első olyan lépése, a dél-kínai tenger elfoglalása, ami a globális porondra vezet. Hogyha Kína el tudja foglalni a dél-kínai tengert, érvényesíteni tudja ott érdekeit, esetleg a Fülöp-szigeteket, Tajvant és a környező országokat befolyása alá tudja vonni, mely megkérdőjelezhetetlenül Kínához láncolja őket gazdaságilag, politikailag, akkor Kínának onnan már csak egy ugrás a globális hatalom, ez pedig az Egyesült Államokat megrémíti. Az AUKUS megállapodásnak a célja pedig az, hogy ezt az első védelmi gyűrűt, ezt a First Island Chain-t, ami első, az első sziget vonalat gyakorlatilag, ami a szárazföldi Kínát keleti irányba növezi, ezt megvédje. Tehát van neki egy gazdasági jelentősége a dél-kínai tengernek, a nyersanyag lelőhely. Itt halad végig tehát a globális kereskedelem egy része, és a geopolitikai jelentősége az pedig az, hogy Kína vajon ki tud-e jutni a világba ténylegesen. Hoztam egy ábrát, amin az látszik, hogy kik és hány nukleáris tengeralattjáróval rendelkeznek ma a világban. Fontos, hogy az itt szereplő számok, nyilvánvalóan az Egyesült Államok rendelkezik a legtöbbel, de az itt szereplő számok azok nem tartalmazzák azokat a tenger alattjárókat, amik ténylegesen alkalmasak arra, hogy akár egy nukleáris robbanófejet hordozzanak. Tehát, hogy itt a stratégiai jelentőségét kell nézni ezeknek az SSN-eknek. Hogyha jobban megnézzük ezt az ábrát, akkor láthatjuk azt, hogy jelenleg 6 ilyen állam van tehát. Egy hetedik ilyen államnak a képbehozatalával az Egyesült Államok a saját érdekeinek megfelelően akarná elbillenteni ezt a mérleget még jobban. Oroszország és az Egyesült Államok rendelkezik a legtöbb ilyen eszközzel, nyilván a hidegháború örökségének nyomán, viszont már most jelenleg is Kína legalább 12 ilyen eszközzel rendelkezik, ennél lehetséges, hogy több ilyen eszköz áll a rendelkezésére. Csak hogy egy példát mondjak, az Egyesült Államok az körülbelül 15-16 olyan SSN-nel bír, amikkel esetleg atomtölteteket is célba lehet juttatni. Viszont fontos kiemelni, hogy ez egyetlen egy esetben sem a cél, hogy atomtölteteket juttassanak célba. Ezeket az eszközöket békeidőben szeretnék használni, mint említettem, felderítésre, ahogyan írtam, tenger alatti csövek, kábelek ellenőrzésére, tengerszorosok kereskedelmi útvonalak ellenőrzésére, tehát ez egy végső eset lenne, hogyha ezeken az atomtölteteket bevetnék, ez valójában senkinek nem lenne érdeke. Viszont, hogyha minél több SSN képes nukleáris töltetet célba juttatni, az növeli az elrettentés elejét. Tehát annál inkább azt fogja érezni Kína, vagy egy másik ország, hogy körbe van véve atomtöltetekkel, ezáltal nem fog olyan lépést tenni, ami esetleg ezeknek a használatát provokálná ki. Itt néhány olyan előnyt soroltam fel, amik jellemzőek ezekre az SSN típusú tengeralattjárókra, például az, hogy sokkal csendesebb, nem lehet semmiféle módon érzékelni őket, vagy nagyon nehéz detektálni őket. És tehát ezek között, az államok között lenne hetedik Ausztrália. Most magáról az AUKUS megállapodásról azt érdemes tudni, hogy ez egy kétpillérű megállapodás volt a felek között, jelenleg is egy kétpillérű megállapodás a felek között, viszont átalakuló félben van. Amikor bejelentették 2021. szeptember 15-én az együttműködésüket, akkor itt mindenki, a világsajtó is, a magyar sajtó is arról írt elsősorban, hogy itt egy nukleáris tenger alattjáró fejlesztésről van szó, és mint látszott, én is erről beszéltem. Viszont ez egy 25 év alatt megvalósuló terv, elég könnyű belátni, hogy ennek nem holnap lesz jelentősége. Ami miatt a sajtó mégis erre figyel,
azaz elmondottak miatt van. A stratégiai jelentőség miatt, az esetleges nukleáris robbanófejhordozási lehetőség miatt, és ezek miatt. Ezek azok a kulcsszavak, amikre az emberek felfigyelnek. A második pillére viszont ennek a megállapodásnak, amit közel egy évvel, 8 hónappal később, valamikor 2022 májusát követően jelentettek be a felek, az sokkal kevésbé érdekes ebből a szempontból, mert kisebb lépésekben haladna, viszont rövidebb időtávba, így például a kiberbiztonságra, a mesterséges intelligenciára, az úgynevezett artificial intelligence-re, a kvantumtechnikára, illetve a szuperszónikus fegyverek fejlesztésére korlátozódna. Az AUKUS az olyan technológiai együttműködést irányoz elő a felek között, amik stratégiai jelentőséggel fognak bírni a következő években. Itt most már nem évtizedes léptékekről van szó, hanem éveken belül realizálódó lehetőségekről. Azzal, hogy az Egyesült Királyság, az Egyesült Államok és Ausztrália kiberbiztonsági együttműködést folytat, melynek egy része már az 5 szem együttműködésen belül amúgy is megvalósult, ezzel összehangolja a saját biztonsági rendszereit. Azonos szoftvereket hoz létre, közös szabályokat alkot, és egy operatív együttműködést valósít meg a felek között. Ez gyakorlatilag az angol szász hatalmaknak a biztonság politikáját hangolja össze. Ugyanez érvényes a kvantumtechnika, vagy a szuperszónikus fegyverek előállítására is. Közös szabványok, közös tervek, és a teljes védelempolitika összehangolásáról van itt szó. Ez az én véleményem szerint, ez már nem az AUKUS-ban van benne, de egy irányba tereli az angol szász hatalmakat, az érdekeiket összehangolja, és valószínűleg a közös fellépés irányába viszi a feleket, vélhetően Kínával szemben. Amikor bejelentették ezt az együttműködést 2021. szeptemberének közepén, akkor nem csak a franciák voltak azok, akik kiakadtak azon, hogy egy meglévő nemzetközi szerződést ilyen durva módon felrúg az egyik résztvevő fél, hanem nemzetközi reakciót váltott ki a megállapodás bejelentése. Az ASEAN országoktól elkezdve Latin Amerikán keresztül, Oroszországon át természetesen kevés olyan része volt a világnak, ami nem reagált erre a megállapodásra, köztük Kína is. Mivel az AUKUS megállapodás nem rögzíti azt, hogy ez egy Kína ellenes szövetség, viszont elég érzékelhetően a kínai érdekek bővülése ellen jött létre, ezért Kína rögtön nyilvánvalóvá tette azt, hogy hát szerinte az AUKUS megállapodás az több szinten sérti a nemzetközi jogot, az atomfegyverek, csúnya szóval fogalmazva, proliferációjához, azaz terjedéséhez járul hozzá, sért egy sor nemzetközi egyezményt, és hagyjanak fel a felek ezzel a tevékenységükkel, és osztassák fel az AUKUS, tehát ez volt a kínai külügynek az álláspontja. Természetesen az amerikaiak és főleg az ausztrálok ezt rögtön elutasították, mert az a 3 nemzetközi egyezmény, amit itt föl is soroltam, a 68-as, 86-os és 95-ös egyezmények, ezek egyike sem sérül elméletileg. Az ausztrálok azzal érvelnek, és ezzel az Egyesült Államok is egyetért, hogy itt nincsen szó arról, hogy nukleáris fegyverek fejlesztéséhez szükséges technológiát adnak át. Itt ugye ez a 1968-as non-proliferációs egyezmény, ez erre vonatkozik. A nukleáris fegyverek előállításához szükséges technológia átadását tiltja, és itt nem erről van szó, hanem olyan reaktor létrehozását teszi lehetővé a technológia átadása. Tehát itt ez volt az érv. Nem fegyver, hanem hajtómű. A 86-os egyezmény, ez a South Pacific Nuclear Free Zone Treaty, ez, tehát hogy dél-csendes óceáni nukleáris mentes övezeti egyezmény, ez gyakorlatilag ugyanez, csak a szűkített verziója a non-proliferációs egyezménynek a csendes óceán déli részén alkalmazva. Ez kimondottan Ausztrália és a környező szigetek írták alá, Új-Zélanddal együtt. Ezt sem sérti az ausztrálok szerint ez az együttműködés, és hát volt itt az érvek között még egy 95-ös, gyakorlatilag ASEAN országok által kezdeményezett nukleáris fegyvermentes övezeti egyezmény is, melynek
nem szerepel az aláírói között Ausztrália, de a kínai érvelés szerint ezzel is szembe megy az AUKUS egyezmény. Itt most egy nemzetközi jogi vita bontakozott ki annak kapcsán, hogy sérti-e az AUKUS az életben levő megállapodásokat vagy sem. Mivel a nemzetközi atomenergia ügynökség az részletes tájékoztatást kap arról, hogy a felek azok pontosan mit csinálnak, ezért az álláspont lehet valószínűleg helyes, hogy ez nem sérti a nemzetközi jogi egyezményeket, mivel beengedték a nemzetközi ellenőröket, mivel ez nyilvánosan zajlik, a dokumentumokat átadják, és az jellemző általában a nukleáris fegyvereket fejlesztő országokra, hogy azok nem adják át általában az irataikat és a fegyverfejlesztési dokumentációt, míg itt ez megvalósult, tehát itt a felek a nemzetközi ellenőrző szervek részére bocsátják ezeket a dokumentumokat. Kína szerint továbbra is érti az AUKUS a nemzetközi jogot. Itt ez a vita gyakorlatilag 2022 nyarára el is halt, mert nem volt értelme tovább arról vitatkozni, hogy sérti-e vagy nem sérti-e az egyezmény a nemzetközi jogot, hogyha a felek elbeszélnek egymás mellett. Minden esetre ez a nemzetközi jogi vonatkozás is fontos volt, viszont hát a franciák érdeksérelme az egy másfajta típusú érdekütközés volt, ráadásul a saját szövetségeseivel szemben volt kénytelen konfrontálódni az Egyesült Államok. Itt Kína megpróbálta nemzetközi jogi szempontból is ellehetetleníteni ezt az együttműködést. Egyenlőre úgy néz ki, hogy sikertelenül. Hogyha valami az AUKUS-nak a bukását vagy sikertelenségét fogja okozni, az valószínűleg nem a nemzetközi jogi vonatkozása lesz ennek a dolognak, hanem egyrészt az időtáv, az eredmények kiszámíthatatlansága, és hát ne felejtsük el a puszta összeg, az, hogy ez pontosan mennyibe fog kerülni, amire mindjárt ki is térek. 2040-ig bezárólag ígérték Ausztráliának az együttműködésben, hogy 8 ilyen eszközhöz jut. Ez alatt a legalább 20 év alatt, de a 40-es évek, tehát hogy most a 2040-es évek valamikori szakaszáról van szó, ez lehet a közepe, de valószínűleg inkább a vége lesz. Egy ilyen jellegű büdzsével dolgozni most, így 20 évvel korábban a kitűzött célhez képest az eléggé kiszámíthatatlan. A mostani számok alapján minden esetre 8 ilyen tenger alatt járó jut majd az ausztráloknak, mely 25 év alatt körülbelül 240 milliárd amerikai dollár befektetést igényel majd. Szemléltetésképpen igyekeztem hozni néhány számot, hogy Magyarország katonai költségvetése egy évben 2 milliárd amerikai dollár, az ausztráloké 26, az Egyesült Államoké pedig 750. Ez nagyon sok. Tehát, mint látszik, majdnem 10-szerese a teljes éves ausztrál katonai költségvetésnek. Hogyha az ausztrálok közel 10 éven keresztül költenének erre, és csak erre, tehát hogy itt most a teljes katonai költségvetésről van szó, és semmi másra, akkor tudna ez megvalósulni 10 éven belül, de hát ez lehetetlen, tehát ezt az összeget nyilvánvalóan el kell osztani elég időre, és hát ezt 25 évben jelölték meg. Az összegből az is látszik, hogy ez körülbelül 30 milliárd amerikai dollár per tenger alatt járó. Ez gyakorlatilag a világ legdrágább katonai eszköze ezáltal. Hát ez Magyarország költségvetéséből körülbelül 15 évet igényelne egy ilyen létrehozása. Az egy dolog, hogy Magyarország ezt nem tudná használni sehol valószínűleg, mert nem férne el a Dunán, de a teljes költségvetést is erre kellene áldozni, és semmi másra, sem a bérek kifizetésére, sem pedig egyéb fejlesztésekre. Egy ilyen projekt megvalósítása gyakorlatilag amerikai léptékkel lehetséges. Nem is véletlen az, hogy Ausztrália nem egyedül vállalkozik erre, de még az Egyesült Államok sem akarná ezt csak kettesben csinálni Ausztráliával, hanem még a briteket is be kell vonni hozzá. Tehát egy ilyen mérvű katonai fejlesztés az három ország számára talán megvalósítható. Hoztam egy idézetet egy korábbi szintén munkáspárti miniszterelnöktől. Jelenleg is munkáspárti vezetés van Ausztráliának. Paul Keating mondta azt, hogy ez Ausztrália történetének a legrosszabb alkuja.
Azért, mert 30 milliárd dollár per tengeralattjáróból gyakorlatilag modernizálni lehetne a teljes ausztrál szárazföldi bevethető alakulatok összesét, tehát összességét, mindent. Ez egy ilyen mérvű összeg. A jelenlegi miniszterelnök a másfél évvel, most már két évvel ezelőtti kormányváltás nyomán hivatalába kerülő Anthony Albanese továbbvitte a korábbi kormányzatnak a politikáját, és akkor egy liberális kormányzat volt hatalmon, még a Scott Morrison is egy liberál nacionális, vagy mondjuk úgy, hogy egy koalíciós kormányban vettek részt, és ők voltak azok, akik aláírták ezt a megállapodást, és kérdés volt az, hogy a kormányra kerülő munkáspárti Anthony Albanese is alá fogja írni ezt az együttműködést. Már itt kritikus pontra jutott az AUKUS, végül ő is úgy döntött, hogy ennek nyomán haladna tovább, és fenntartotta az AUKUS, csak hát ez azért problémás, mert minden egyes kormányváltáskor majd föl fog merülni az, hogy az AUKUS-t azt tovább viszük-e, vagy esetleg fölmondják. Tehát a franciákkal szemben tanúsított magatartás, hogy egyeztetés nélkül kiléptek egy nemzetközi egyezményből, az ugyanúgy veszélyezteti az AUKUS-t is, mely az eredménye lett ennek a szerződésfelbontásnak. Tehát nem lehet tudni azt, hogy mikor kerül kormányzatra egy olyan politikus, aki esetleg kilépne az AUKUS-ból. Mondjuk Anthony Albanese is dönthetett volna így már csak egy évvel az AUKUS bejelentést követően, hogy ő ezből ki akar lépni, ez túl költséges. A korábbi politikusok sem értenek tehát egyet azzal Ausztráliában, hogy ez egy jó út Ausztrália geopolitikai érdekeinek védelméhez. Hogy hol tart most ez a megállapodás, mióta aláírták a felek? Hát erre azt lehet mondani, hogy az elején. Nagyon az elején, és nem csak amiatt, hogy időben kevés idő telt még el azóta, hogy aláírták, hanem azért is, mert közel 18 hónapra volt szüksége a feleknek ahhoz, hogy 2021. szeptemberétől számítva 23. március 13-án összegyűjjenek, és megbeszéljék azt, hogy konkrétan mi fog történni, mert addig bezárólag csak tervek, elképzelések, szóbeli egyeztetések voltak arra vonatkozóan, hogy ténylegesen mi kell, hogy történjen. Így 23. március 13-án a felek összegyűltek San Diego-ban, a Loma tengerészeti bázison, és tartottak egy hármas találkozót, itt megbeszélték azt, hogy konkrétan mik lesznek a lépések, és ezek a lépések röviden úgy foglalhatók össze, hogy most elkezdenek az ausztrál haditengerészet katonái részt venni az amerikai és brit tengerészeti bázisok kiképzésein. 5 év múlva, illetve hát most már 4 év múlva, 2027-től amerikai és brit tengeralattjárók fognak érkezni Észak-Nyugat-Ausztráliába, Perthbe, és akkor már ott fogják fenntartani ezeket, amíg nem ausztrál tengeralattjárókat, és majd 2030-tól kerülhet szóba, ahogyan itt írtam is, 3 darab Virginia osztályú amerikai SSN átadása az ausztráloknak. Ez nagyon drága lesz. Az amerikai haditengerészet ezáltal kénytelen lesz elállni 3 ilyen eszközétől. Ez még az amerikaiakat is valamilyen módon rosszul érinti. Illetve szenátusi jóváhagyással történhet csak meg, ami az aktuális politikai akarattól függ, hogy ténylegesen átadják-e ezeket az eszközöket az ausztrál haditengerészetnek, és emellé kaphatnak még esetleg 2 darab ugyanilyen típusú nukleáris meghajtású tengeralattjárót. Ez összesen 5 SSN átadását irányozza elő az ausztráloknak a 2030-as évek elején. Addig bezárólag nagyon sok minden kell, hogy történjen, ugyanis ilyen típusú eszközök üzemeltetéséhez elengedhetetlen a megfelelő infrastruktúra, kellenek egyszerűen a dokkok, kellenek hozzá az üzemeltető személyzeten át, az utánpótlási útvonalakon keresztül, a tőkéig bezárólag nagyon sok eszköz. Ezek közül még jelenleg egyik sincsen Ausztrália birtokában. Ehhez nagyon sok év és még politikai akarat szükséges, ezért csak 2030-ig van előirányozva az, hogy ezeket egyáltalán megkaphatják. És ez még egyelőre csak 5 ilyen tengeralattjáró, és 8-at ígérnek. A 8 tengeralattjáró, tehát azokat nem is átadják már, hanem majd kifejlesztik. Az AUKUS az előirányoz egy olyan tevékenységet, hogy a 3 fél, az a második pillér, azaz a
kvantumtechnológia, meg az AI, meg ilyen hasonló dolgok fejlesztésével létrehozzon saját szabványokat, saját típusokat, és végül is létrehozzon egy saját SSN típust is. Azzal, hogy a három fél összehangolja még az SSN-ek létrehozására vonatkozó technológiai kapacitásait is, ezzel válik lehetővé egy úgynevezett AUKUS típusú tenger alatt járó létrehozása. Ezeknek egyébként a meghajtását ezt majd a Rolls-Royce fogja lebonyolítani. Derby környékén van nekik Közép-Anglia egy nagyon nagy üzemük, ahol ezeknek a technológiai fejlesztése fog zajlani. Amit tudni kell itt a legfrissebb fejleményekről, ami történt itt San Diego-ban, az az, hogy az Egyesült Királyság ebben a hónapban, szintén márciusban, 2023 márciusában publikálta az integrált áttekintés, vagy Integrated Review nevezetű stratégiáját, mely a következő évekre vonatkozó brit stratégiai megfontolásokat tartalmazza. Nagy-Britannia megkülönböztetett itt két stratégiai célt. Pontosabban megkülönböztetett egymástól egy taktikai célt és egy stratégiai célt. Taktikai célként és rövidtávú célként az orosz agresszió visszaszorítását helyezte a fókuszba, viszont hosszú távú nem taktikai, hanem már stratégiai célként a kínai befolyás visszaszorítását nevezte meg. Az Egyesült Királyság szerint Kína egy rendszer szintű kihívó. Oroszország a britek szerint csak fel akarja forgatni és saját érdekei szerint alakítani a kelet-európai politikai légkört, a határokat, és a saját előnyei szerint akarja alakítani a poszt-szovjet térségnek az államainak a sorsát. Viszont ez egy a britek szerint lokális jellegű, vagy legalábbis Kelet-Európára, vagy legalábbis a volt Szovjetunió tagköztársaságainak területére korlátozó probléma, míg a kínai probléma az globális, rendszer szintű probléma. Néhány éves távlaton belül az orosz agresszióval kell foglalkozni, hosszú távon viszont a kínai terjeszkedés kell, hogy a fókuszát adja a brit külpolitikának. Ennek megfelelően az Egyesült Királyság 5 milliárd font plusz keretet szavazott meg, itt ezen a Loma bázison történt találkozón jelentette be ezt Rishi Sunak, ugye már nem Boris Johnson a miniszterelnöke Angliának, hanem azóta volt már egy másik Liz Truss nevezetű is, de azóta már Rishi Sunak a brit miniszterelnök, ő az, aki bejelentette azt, hogy most 5 milliárd fontnyi keretet biztosítanak katonai célokra, ez megoszlik egyrészt ebből 3 milliárd AUKUS-ra, 2 milliárd pedig Ukrajnának, ezt most nagyon leegyszerűsítve mondom. Nyilván az, hogy 2 milliárd fontot Ukrajnának átadnak közvetlenül, az nem így működik, hanem kiképzéseken keresztül, fegyvergyártáson keresztül és átadott haditechnikai ismereteken keresztül, tehát hogy ez nem közvetlenül, hanem közvetve jut majd el Ukrajnához, és ez a következő évekre vonatkozik. Most ezzel együtt is, hogy a brit kormány megnövelte 5 milliárd fonttal a védelmi kiadásra fordítható keretet, ami egyébként nem egy elhanyagolható összeg, sem éri el a brit védelmi költségvetés azt a 2,5%-os kiadási limitet, amit 2010-ben le kellett faragni. Tehát, hogy nominálisan sokkal több pénzt költ a brit kormányzat védelmi kiadásokra, most azóta eltelt, 2010 óta eltelt időben ez reálértéken nem nőtt annyit, és a GDP-ben mért arányait tekintve sem érje el a 2,5-et, ez lenne a cél. A Rishi Sunak pedig, illetve hát a konzervatívok már elég régóta megígérték, hogy ezt el is fogják érni, tehát a brit konzervatív kormányzat kilátásba helyezte ezt a 2,5-et, megvalósítási határidő nélkül. Úgyhogy egyszer majd megvalósul. Ezek tehát a brit stratégiai célok. Az AUKUS az egy eszköz a britek számára arra, hogy Kínát visszaszorítsák. A rövidtávú cél az európai léptékű, a hosszú távú cél az viszont, hogy fogalmaz a brit külpolitika, globális léptékű. A britek saját meglátásuk szerint globális kötelezettségekkel rendelkeznek, a koronának vannak úgynevezett függőségi területei és tengeren túli területei, melyek globális felelősséget rónak Nagy-Britanniára, ezért neki is szerepet kell vállalnia, most interpretálom, amit gondolnak magukról, a kínai terjeszkedéssel szemben. A találkozó, egyébként itt van hozzá, ezen a San Diego-i találkozón készült egyik fotó,
A lomatengerészeti bázison itt mindenki elmondta a saját magának a kis sztoriát arról, hogy hogyan történjen a világ átalakítása, a világnak a megőrzése ebben a formában pontosabban, a fenntartása vonatkozó átalakításról volt szó. Tehát az a világrend, ami most van, ami az Egyesült Államok és az angolszász országok fenntartásával, az ő általuk alkotott nemzetközi jogra alapulva működik, az alapvetően jó. Hogy hogyan kell ezt fenntartani, az arra vonatkozó elképzelések azok változóak. A Joe Biden az fölvázolt egy szabadság és demokrácia védelmezői képet, melyben az ausztrálokat és a briteket is a szabadság bajnokainak nevezte, ezeket történelmi okokra vezette vissza, a britek azok védték a német fasizmus ellen Európát, az ausztrálok azok pedig védték a japán fasizmus ellen a távol-keletet, így adott neki egy ilyen konnotációt, adott neki egy ilyen megközelítést, hogy itt is most hasonló kell, hogy történjen, mert itt meg a kínai népköztársaságiakkal szemben kell megvédeni, megint a vörösekkel szemben a globális rendet. Itt Joe Biden gyakorlatilag az SSN-eket, a nukleáris meghajtású tengeralattjárókat, a szuverenitás, az állami szuverenitás, az angolszász országok és az úgynevezett szabadságszerető népek szuverenitás védelmi eszközének nevezte, pont az említett stratégiai okok miatt, hogy rajtaütésre, hírszerzésre és az ellátási láncok biztonságának szavatolására tökéletesen alkalmas eszközökről van szó, vagy azok megsemmisítésére is alkalmas eszközökről. A tenger alatti infrastruktúra védelmét azok ezek tudják szavatolni. Itt megjelöltem egy várost, mert körülbelül itt fog zajlani a jövőben, a következő 10 évben ezeknek akár AUKUS típusú tenger alatt járóknak is a fejlesztése. Ez Boroughinferness és Derby városai lesznek, mindkettő Angliában van. Ez az első kör lesz az AUKUS-ban. Nagyon sok kör fog következni még az AUKUS-ban, mivel egy 25 éves megállapodásról van szó. Hogyha az Egyesült Államok, Ausztrália és az Egyesült Királyság is ugyanazt a típust fogja használni, akkor annak kardinális következményei vannak, hogyha azonos a technológia, azonosak az alkatrészek, azonosak a felszerelések és az alkalmazott fegyverek, akkor ez elég valószínűvé teszi a három ország haditengerészetének legalább operatív szintű egységesítését. Ez nem azt jelenti, hogy egy egységes angol száz flotta jön létre majd, de legalábbis a három ország között a tengeri együttműködés az egy egyesített katonai parancsnokság vezetése alá kerülhet, ami jelentősen megnöveli a kínaiakkal szembeni ütőképességét ezeknek az országoknak. Fontos hangsúlyozni, hogy senki nem arra készül, hogy katonai összetűzésbe keveredjenek Kínával, hanem az elrettentésre megy rá mindenki. Arra akarnak ezek az országok kiukadni, hogyha elég nagy az elrettendő képesség, akkor Kína meg se próbálja már például Tajvant megszállni. Ugye itt az egyik legfontosabb stratégiai cél az az, hogy a távol-keleti országok azok tiszteletben tartsák a tajvani függetlenséget, vagy hogy fogalmazunk. Tehát legalábbis a kínai államtól való különállását. Ugye Tajvan az azért érdekes ebben a szituációban, mert hivatalosan a kínai köztársaság az nem kötött soha békét a kínai népköztársasággal, és valójában a nemzetközi jog szerint jelenleg kettő olyan állam van, ami hát elméletileg Kína. Kínát a nemzetközi közösség ennek ellenére, és az ENSZ is ezáltal Peking központúnak tekinti. Viszont ez a 70-es évek végéig nem így volt, addig Tajvan központúnak tekintette. Taipei központúnak pontosabban. A szárazföldi Kína és a kínai köztársaság, vagy a kínai népköztársaság és a kínai köztársaság azok valójában a nemzetközi jog szerint ugyanazon országnak polgárháborús állapotban álló képviselői. Valójában a realitás az az, hogy a kínai köztársaság az sosem fogja megszerezni valószínűleg a szárazföldi Kína területét, de valójában erre tarthatna igényt. Tehát, hogy a kínai köztársaság az ugyanúgy el akarja foglalni a szárazföldi Kínát, és egy köztársasági Kínát létrehozni, mint amennyire a kínai népköztársaság el akarja foglalni a kínai köztársaság területét, és ott népi demokráciát bevezetni. Most erre jelen esetben a szárazföldi Kínának sokkal nagyobb esélye van, mint fordítva a kínai szigettel szemben. Az AUKUS az, ami ennek a geopolitikai vonatkozását adja, és meg akarja ezt akadályozni. Az AUKUS-nak feltett szándéka az, hogy a távol-keleten jelenleg fennálló státuszkót azt megvédje.
hogyha a három ország képes arra, hogy az operatív irányítását egy egységesített katonai parancsnokság alá összevonja ennek a három országnak, ami a tengeri ütőképességet illeti, az egy hatalmas erőlelépés lesz. Abban állítják a felek, hogy a kínai felet elrettentsék attól, hogy a tajvani szoroson átkelve esetleg megszállják Tajvant. Ennek megfelelően ez a csendes óceáni együttműködés valójában két szárnyal rendelkezik. Az atlanti szárny, azaz atlanti óceánon és a földközi tengeren lévő amerikai brit érdekeltségeket hivatott védeni, elsősorban brit-amerikai együttműködéssel. A csendes óceáni szárny, az pedig az ausztrál-amerikai érdekeket védi, elsősorban a dél-kínai tenger és a csendes óceán térségében. Itt látható egyébként a képen egy AUKUS típusú SSN, ami majd valamikor a 2030-as évek közepén kerül kifejlesztésre. A korábbihoz képest látható, hogy egy hosszabb tenger alattjáróról és egy nagyobb tömegű tenger alattjáróról van szó. Három olyan tárolóegysége van ennek az SSN-nek, ami képes balisztikus rakéták hordozására, mindegyik egyenként hetet tud hordozni. Ez egészen sok, és technológiailag sokkal fejlettebb, mint a korábbi Astute és Virginia típusú tenger alattjárók. Hogy mi fog történni, arra már röviden rákanyarodtam, tehát idéntől elkezdik a közös katonai együttműködést, elkezdik kiképezni az ausztrál haditengerészet személyzetét, 2027-től elkezdik a saját, még nem ausztrál tulajdonú SSN-eket Perthben állomásoztatni, és 2030-tól pedig ténylegesen megtörténik az adásvétel, és jó drágán valószínűleg azért az ausztrál kormány hozzá fog jutni legalább három, de lehetséges, hogy öt ilyen SSN típusú tenger alatt járóhoz. Kérdés az, hogy ez hiányozni fog-e az Egyesült Államoknak a katonai tárából, ugyanis már most van egy pár olyan amerikai szenátusi képviselő, szenátor, aki nem támogatja az AUKUS együttműködést, pont erre kiukadva, hogy ez hiányozni fog az Egyesült Államoknak, és nem fognak tudni létrehozni még 2030-ig sem annyi SSN-t, hogy ezeket pótolni tudják. Az USA egyébként 4,6 milliárd dollárnyi költségvetési bővítést hajtott végre a 2023-as és 27-es iparfejlesztési büdzséjére vonatkozóan. Ez arra vonatkozik, hogy ezeket a tenger alatt járókat elég nagy ipari kapacitással tudják csak létrehozni. Ehhez mindenképp bővítés kell. Fölmerül egy csomó kételj és aggodalom az AUKUS-szal kapcsolatban. Például az, hogy ez Nagy-Britanniának ez hogyan lesz jó. Tehát Nagy-Britanniának az, hogy a csendes óceáni térségben tevékenykedjen, az egy 10.000 kilométeres távolság áthidalását igényli. Ez Londonnak elég megerőltető lesz valószínűleg, még azzal együtt is, hogy globális Britannia koncepciót dolgozott ki, és a távol-keleten is érdekeltségei vannak. Ez valószínűleg a britek takarón való túlnyújtózkodásához vezet. Kérdés az, hogy ezek a folytópontok, úgynevezett choke points-ok, amik például a Malakaszoros vagy a Tajvani szoros, ez kinek a fennhatósága alá kerül? Az AUKUS-nak a feltett szándéka, hogy ezek a minimum semleges, nemzetközileg semleges fennhatóság alatt legyenek, tehát hogy a nemzetközi közösség fennhatósága alatt, de semmiképpen sem közvetlen kínai befolyás alá kerüljenek. És kérdés az, hogy ebben az AUKUS az mit tud tenni? Illetve hát valóban fölmerül a kínaiak által megfogalmazott dilemma, hogy ezek a nukleáris tenger alattjárók, amiket most Ausztrália rendelkezésére kívánnak a felek bocsájtani, ez valóban csak konvencionális fegyvereket fog-e hordozni. Azt látjuk egyenlőre, hogy alkalmasak lesznek az SSN AUKUS eszközei arra, hogy olyan ballisztikus rakétákat hordozzanak, amiket akár nukleáris töltettel is fel lehet szerelni. Ez aggodalmakat ébreszt Kínában, elég értelemszerűen ez benne van a pakliban. Így ez már egyértelmű a nemzetközi jog megsértése lenne, hogyha nukleáris fegyverekkel is felszerelnék ezeket a tenger alatt járókat. Van itt néhány olyan konklúzió, amit így levonhatunk ezekből a fejleményekből tanulságként. Hát elsősorban az, hogy amit elmondtam, azoknak a tényleges részletei azok valójában szigorú katonai titkok. Az, ami történt itt 2023. március 13-án, az egy a már meglévő tenger alattjáróknak a felvonultatása volt, és a terveknek a bemutatása, kvázi egy erődemonstráció volt a nemzetközi közösség, de különösen Kína irányába. Hát ami a legfontosabb rész itt az, hogy akármilyen tervek is legyenek, bármilyen időtáv alatt is valósuljanak meg, ezeknek hatalmas költségei lesznek, melyeket
a szakértők már most előrevetítenek, hogy az ausztrál kormányzat nem fog tudni elbírni. Tehát az ausztrál költségvetést ez olyan szinten meg fogja terhelni az AUKUS típusú tengeralattjárók létrehozása, hogy ez biztos, hogy nagyobb hozzájárulást fog majd előirányozni az Egyesült Államok részéről. És hát ne felejtsük el azt, hogy tehát, ahogy említettem, 18 hónap kellett ahhoz, hogy leüljenek a felek és egyáltalán fölvázolják az operatív tervet. Ez azt jelenti, hogy egy nagyon lassú folyamat elé nézünk. Valóban lehetséges, hogy 25 év lesz, mire ehhez hozzájutnak az ausztrálok ezekhez a tengeralattjárókhoz. És hát nem utolsó sorban Kína ezt nem fogja válasz nélkül hagyni, valószínűsíthető, hogy ellenlépéseket fog foganatosítani. Az Egyesült Államok és Kína globális vetélkedésének van néhány vetülete, amire az AUKUS is reagálni kíván. Ilyen például a Tajvan esete, az Egyesült Államok az gyakorlatilag egy védelmi szövetségben, egy informális védelmi szövetségben van ezzel a kvázi de facto szigetországgal, Tajvannal. Ugye Tajvan az hivatalosan nem minősül államnak, országnak egyfajta nemzetközi entitás, hiszen a nemzetközi jog által el nem ismert államról van szó. Minden esetre a Tajvan az kulcsfontosságú kérdés itt, hogy elrettentő erővel bír az AUKUS. A dél-kínai tenger ellenőrzése szintén ide tartozik, ugyanis Kína az sajátjaként kezeli, és mesterséges szigetek létrehozásával kíván hozzájutni azon nyersanyagokhoz, amik az ő katonai fejlesztéseit és stratégiai céljait szolgálják. Nem csak katonai támaszpontokat, hanem halászati jogokat, a nemzetközi vizek ellenőrzésének jogát is megszerezné Kína azzal, hogyha a dél-kínai tengerre rátenné a kezét, ezt nyilván meg akarja akadályozni az Egyesült Államok. A technológia szintjén az Egyesült Államok az nagyon védi a saját ipari titkait, a kínaiak pedig próbálják ezt minden eszközzel áttörni ezt a védelmet. Hongkong a negyedik olyan ütköző pont, ami igazából az AUKUS-t is érinti. 2047-ig itt elméletileg a britekkel való 1990-es megállapodás, vagy hát akkor életbe lépő megállapodás következményeként, még azért közel 20 évig a hongkongi rendszernek a kínaitól függetlenül kellene működnie. Ez az egy ország, két rendszer elv alapján fenntartott struktúra lenne, melyet a kínaiak szintén megsérteni látszanak az amerikaiak szerint, ezért ez is ellentéteket szül a kettő között, elszámolják a demokráciát kvázi a kínaiak Hongkongban, állítják az amerikaiak, és hát a Xinjiang tartományban elméletileg működő átnevelő táborok és a helyi ujgur lakosság elnyomása szintén felbőszíti az amerikaiakat. Tehát, hogy valójában, ahogyha ránézünk ezekre az ütköző pontokra, akkor látjuk azt, hogy az amerikaiak egy csomó olyan dolgot sérelmeznek, ami elméletileg kínai területen történik. Hongkong, Xinjiang tartomány és Tajvan is elméletileg Kína területe, viszont ennek ellenére is sérelmezi az Egyesült Államok, hogy Kína mit csinál ott. Kína erre azt válaszolja, hogy ez a belső ügyeinkbe való durva beavatkozás. A két másik részen, a dél-kínai tengeres és technológiai vonatkozású részen ott valószínűleg jogosak az amerikai felvetések, ugyanis az ipari kémkedést a nemzetközi jog is bünteti, illetve a dél-kínai tengert azt nemzetközi jogilag semlegesnek tekinti. Viszont ezzel együtt sem érdekes senkinek az eszkaláció. Az amerikai és a kínai fél is azt szeretné, hogy még a következő évtizedekben nyugalom maradjon, vagy legalábbis ne legyen háború. A geopolitikai következménye ennek az egésznek, hogy a következő 20 év alatt ez a 8 SSN, amit Ausztrália majd létre fog hozni, ez már a mostani becslések szerint is nagyon kevés, nagyon drága és nagyon későn érkezett. 10 évvel korábban kellett volna elkezdeni, fele ennyi pénzből és dupla ennyit. Úgyhogy ez nem fog így működni valószínűleg, már ami csak a kínai hatalmi egyensúlyozást illeti, tehát hogy a kínaiaknak sokkal több nukleáris tenger alattjárójuk van. És hát ne felejtsük el, hogy Kínának van a világon a legtöbb tenger alatt járó vadászfregatja, ami eléggé kellemetlen helyzetbe juttathatja a méreg drágán létrehozott SSN AUKUS típusú tenger alatt járókat, amikor kilövik őket majd. Ez igen kellemetlen lenne, hogyha megtörténne. Illetve felmerül a kérdés, hogy ha a tajvani szoros és a Tajvan függetlenségének védelme a cél, akkor miért hozunk létre mélyvízi tenger alatt járókat, amikor a tajvani szoros mélysége az átlagban 60 méter. Ez szintén kérdéseket vet föl, esetleg másholi bevetésre teszi alkalmassá ezeket az eszközöket, és hát kérdés az, hogy hova bővíthető, hova fejlődhet ez az együttműködés a következő 20 évben, lehetséges-e, hogy
Új-Zéland és Kanada bevonásával az első pillérbe esetleg nekik is juttatnak ilyen eszközöket, a második pillérbe pedig esetleg Korea és Japán bekapcsolhat például az AI-jal kapcsolatos kutatásokba, a mesterséges intelligenciára vonatkozóan, és hát nagyon bizonytalan, hogy 2030-ig mi fog történni. Új választások lesznek, a politikai vezetés mindenhol meg fog újulni, és sajnos nem tudni, vagy hát csak szögezzük le, hogy nem tudni azt, hogy mikor dönt úgy bármelyik ország politikai vezetése, hogy esetleg a francia példából kiindulva felrúgja egyoldalúan ezt a nemzetközi szerződést bármi más érdekében. És röviden, tömören ennyit szerettem volna elmondani ezzel a témával kapcsolatban. Kedves nézőink, a Köztérben az AUKUSZ megállapodásról hallhattak bővebben. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.